A Csácsúbi csötészt, a sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, kiperjárkedik a következő igen, SnowRunnerre, amiben elvileg gazdálkodni szeretnénk, de ugye meg kellene, ki kellene szabadítani egy kirovetszet, amivel meg tudnák csinálni ezt. Amint látom, van egy, ugye, egy elveszett kirovetsz, a garázsba kellene vinni, amelyik itt van benne, és innen indulnak küldet, és bár onnan biztosan extrém nehéz kiszedni, úgyhogy valami olyan járművel kellene megpróbálkoznunk, ami valami nagyon-nagyon jó. Várjátok, annyit csináljunk, hogy ezt ugrassuk már vissza, mert igazából itt nincsen rá szükség, ugye, egyelőre. Nyomunk egy recovert. És viszont a truck storage-ből valami nagy dögöt ki kellene hoznunk, amivel valamit tudnék azért talán csinálni. Nézzük, hogy mi lenne optimális. Mi lenne optimális arra, vagy pedig ugye tudunk is vásárolni, ha úgy van, mert van elég pénzünk szerintem. Nem tudom, mivel tudnánk kimenteni. Nézzük meg a store-t, aztán nézzük hát, hogyha találunk valami csodálatos nagy dögöt. Igen, hát már meg is vagyunk szerintem. Meg is érkeztünk, úgyhogy ezt meg is vesszük. Igen, és le is raktuk, jól van. Az a baj, hogy ezért kosztumizálni nagyon... Nem tudjuk, de tudjuk, várjál. De tudjuk, oké. Most azt nézem, engine jó. Azt nézem, hogy mennyivel erősebb ő. Gondolom, talán ő a legerősebb motor bele. Oké. Ezt meg ugye el tudnám adni. Ezt eladjuk. 1700-ért. Más, esetleg gearbox. Oké, hagyjuk meg a gearboxot is rá. Oké. Lenges csillapítók. Aktív lenges csillapítók. Tires. Jó, hát ez valószínűleg jó lesz. Oké. Snookert is vegyünk rá. Vegyünk rá, egyefene. És frame add-ons, ugye ő rá csak ezt lehet, de nincsen semmi baj ezzel. Mehetünk Leap garázs, ezt megpróbáljuk ezzel kiszabadítani. Annyit csinálunk még, hogy belepörgetünk az időbe egy kicsit. Na mondjuk legyen reggel 6, jó? Amire odaérünk arra pont jó lesz. Na, gyerekek, akkor ki kellene mennünk, és el kellene mennünk. Ezt küldetés megcsinál, K700-as ki kell elszabadítanunk. Reggel ad van. Merjük neki, gyerekek. Megindulunk. Mondjuk ez a reggel 6 reggel zavar, úgyhogy mindjárt nem reggel 6 lesz, hanem délután. Nem tudom, nem szeretek éjszaka itt ekecselni. Ja, liflokot ennek csak low gearbe lehet. Jó, hát ez nem hagyott minket cserbe, de viszont ez a nagy füst, ez egy borzalom. Nem pont. Pont ide köpi az arcodba, hogy látsz. Nem látsz semmit. Így oldalra kell fordítani ezt a gépet megkülönbe. Meg egyébként így belemész ebbe a füstbe, akkor így elkezd lagoltatni. Jó. Hát ezzel csak kiszedem a K700-ast, be kell a garázsba vonszolni, ugye? Aztán akkor meg is van, és akkor lesz mivel dolgozom, gondolom, srácok. Akkor lesz majd, mivel dolgozunk, el tudunk menni ugye esetleg a vetőjére, és tudunk olyan küldetést végezni, ami ez az szükséges. Bár lehet, hogy egyébként a trailer shopban, hogyha van, akkor ugye meg tudnánk venni, de hát... Igen, ez egy ilyen junkyard. Megérkeztem a K100-os, vinném barátaim, vinném. Siege complete, jó, megpróbálom bevenni. Ez egy T40, ugye? Jól emlékszel? Ugye ez nem MTZ, hanem ez a T40. Nyomunk egy lót, meg nyomunk egy mindent is bekapcsolunk, gyerekek. Na ide szerintem szükség lesz rá, allad. Nézzük, milyen kaszatok vannak, hát találunk valami kincset. Mármint csak így virtuál. Ott is egy T40, hát ez egy kicsit rosszabb állapotban van. Ott van a hátsó kereke, meg ott van a kabinja. Meg ott is, itt a traktor, ilyen, itt ez egy ilyen traktorbontó konkrétan. Na ott a K700-as, gyereke! Azt a betyáról is terét. Itt is egy T40, remélem jól mondtam, hogy T40. Na jól emlékszem az. Na, mindjárt odaérünk. De ezt innen ki kell nekem varázsolni? Egyébként lehet, hogy arra fölfele jobban ki tudnám. Mindig át mindenen, nem tudom, mert mindjárt meglátjuk.
Jó. Várjál. Egyébként át tudok bele ülni? Change tackle, tudom. Nem tudom change tackle-ni, komolyan. Nem, hát ezt izé, ezt mindenképpen akkor el úgy kell kivoncolnom. Próbáljuk meg. Legalábbis nem láttam change tackle-t. Várjál. Erbe kéne rakni. Erbe sorolás. Mit csinálok? Miért nem működik a... Látom. Miért nem működik valami... Most én hülye vagyok? Ja, bocsánat. Hülye voltam. Bele voltam keverve. Jó, kihúzzuk innen, megpróbáljuk. Egyébként nem is olyan nagy ehhez képest, a járműhöz képest ez. Aztán akkor nézzük. Az a lényeg, hogy le kell szállítani a garázsba. Hát figyeljetek, kirángatom, aztán utána vagy utána kötjük. És akkor hadd szóljon. Ezt visszaérek hamar. Tök közel kell vinni. És akkor gondolom meg kell javítatni, és akkor ezzel kellene munkákat végezni itt. Ki volt dobva a K700-as gyerekek? És ez még a gömbölyű kabinos? Vagy a gömbölyű elejű? Jó, valami történt. Várjál már. Miért álltuk meg? Mi a megállás tárgya? Most ez komolyan, nem értem. Itt jó, be van kapcsolva barátom a liflok. Nem, egyszerűen nem értem, miért álltunk meg. De bazze, ebbe a kipufogóba. Nem mondod, hogy ebbe a kipufogóba meg át, érted? Azért az erős. Itt van egy ilyen kipufogó, bazze, megáll a fal. Azért azt. Nem mondod, hallod? Jaj, hát nincsen fizikával megállva az a tárgya, amelyik itt van lenne a földön, aztán megáll benne. Mindjárt, kicsit kerülő manővert kell alkalmazni, csak hát azért nem olyan egyszerű az eredet döggel. Abba a kipufogóba megállna, mindjárt várja rá, nincs előnk ám arra szarra, aztán. Bocs, gyerekek, van egy kis fönforgás, nem baj. Na, gyere ide, tesó. Jön közel. Ja, ez még a gömbölyű elejé, ez a K700-as, ugye? Ez nem K700-as, és ez a K700. Jó. Szép 3 pont, és arra lesz nekünk szükségünk, másra nagyon nem is. Arra figyeljük, akkor az ilyen kiállóvasok meg ilyenek azok. Á, de figyelj! Miért nem fordulsz? Miért nem fordulsz? Hát ki van tekerve a kormány? Megint be fogunk állni, ott az a kiállóvas már. Áh! Mennyi K100-as, mert viszlek mindent, mint a rongyot, bazze. Bazze, recsegtem a váltót, tesó. Na, elfordulsz még bálva? Megint nem fordul el. Na, de elfordul. Kivágja a gumit, bazze, az a szart. Bele akar a K100-as, és akkor itt a vége lesz mindennek. Gyere, gyere, jó van. Kicsit kivágta a gumit, nem számít az. Nem gép, hanem bírja. Egyébként nem mondom nektek, hogy nem, abszolút nem fordul abba az irányba, ez a kotlan. Úgyhogy akkor jó van, akkor forduljunk erre, nem tudom miért, nem. Talán pont arra a vonószemre van terhelve, aztán elfelejt arra fordulni, nem tudom. Na mindegy, kirángatjuk azt, mindjárt már kötöm is utána azt, akkor a rettenetesbe végighúzzuk itt. Na. Oké, mindjárt megfordulok vele. Ne tolatva akarjuk el itt végig gangolni szerintem. Egyébként néha meglepő fizikai dolgokat mutat ez az egész. Mármint olyan helyeken akarunk el, ahol elvileg. Jó van, oké, nem vagyok. Síros kutya. El akar, el akar. Na. Jó lesz, tesó, bekövisz minden téged a garázsba, mert veled fogok dolgozni, he.
Automata szerintem be fogjuk ezt vinni a sebességi fokozatba is. Oké. Okay. Vagy nem? Akkor jó van, akkor adunk neki egy ellet, meg egy diffuzorra, aztán akkor hadd menjen. Jó van, tesó. Jó, gyerekek, bevisszük. Merre kell menni? Jobbra kell menni? Jobbra van a garázs, nem balra van a garázs. Bevisszük aztán utána, akkor már valószínű tudunk vele veretni. És olyan küldetést kellene csinálnunk, akkor már egyetlen földmunkát, már szeretnék földmunkát. Egyébként lehet, azt hiszem, egy készíját is, egy ilyen hatalmas, nem a 620-osat, de valami kisebbet, lehet azt is mozgósítani. És azt lehet, hogy egy másik, lehet, hogy el vagyok kitévedve, és lehet, hogy van egy ide is, egy észak, nem hiszem, a franc tudja, egy észak, mert érdekes, hogy a készíjával, kész IH-val is itt kell dolgozni, meg ugyan megszem kész IH-val lehet. Az már mindjárt kiderül. Jó, gyerekek, rövidítsünk? Ez mindig ezzel indul a szülyeség. Mi? Rövidítünk. Kicsit közelebb húzom magamhoz, hogy annyira... Nem rövidítünk, mert nem akar fölvenni itt a part oldalba. Egyébként ez nem tűnik olyan veszélyesnek ez a környék, de az. Egyébként az. Ilyen elég csúszós, meg elég nyálkás, meg minden baj van itt. Az meg milyen? Itt is van egy föld, látjátok? Hogy csak nem tudok kizomolni, ugye ez sajnos ebben a játékban. Ott látod, és egy ilyen sárgával körbe van véve, konkrétan ki van jelölve, hogy mennyit munkáljál meg, látod? Ott egy ilyen sárga jel. Ú, nagyon várom már, hogy csináljuk ezeket a izéket, melókat. Hát ez nem farming szimulátor, hogy tabolok egyet a gépbe, aztán már mehetek is. Itt egy kicsit hosszadalmasabb a folyamat, de roppant érdekes szerintem. Na, megindulunk még ma? Nem merem belerakni a rettenetet is be. Nyomjuk egy autóvatát. Gyerekek, hallod, amikor váltottam, rendesen megakadt, hallod? Fogaskerekek úgy daráltak, hogy még a idő is megakadt a játék. Egyébként, ja, még mindig lomb, oda nézzél. Hallod, amikor váltok, akad a játék. Na, egy nagy ívbe befordulunk ide. Jöttünk. Ura Kevin, nem? Majdnem ugye elcsúsztam. De várjál, mit mutogat oda? Ura Kevin, nem? Ja, Ura Kevin, nem. Ja, oké, ura viszont. Meg közben nekik durrantott. Figyelj, így meg kéne húznom jól, aztán elengednem, azt akkor begurulnám. Figyelj. Na jó, van bazda. A hülye gyerek. Hattog itt mögöttünk ez a K100-as. Nincs elég baj. Na. Megvan, ugye? Oké, okay, és akkor most? És te most már átenged ülni belé esetleg? Change track. Aha. És még el is indul, bazzok. Jó le van lagva, apa. Jó le van lagva, gyá. Ezt bevegyek vele, mert megjavítom, ha hogy néz ez ki, Istenem. Trat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 
Nem azt akartam, na mindegy. Szerintem még a ventilátor benne is össze volt törve. Jó, nézzük meg, hogy lehet-e valamit customizálni rajt. Engine. Jó, hát a legnagyobb motor, bassz. Ne viccelj. Gearbox. Mondd ez speciál, gyerekek, mindenből a legnagyobb, ne viccelj. 5600-ban mindjárt adhatok el valamit. Tires. Jaj, várja, el kell adnom valamit, mert nincs pénzünk, úgyhogy Truck Store, nem, az Truck Storage-ből. Valami, ami nekünk annyira nem kell, jó? Western Star, hát ez a biztos nem fogok én itt izélni, csapatni. Megyünk vissza, és kosztümizáljuk. Mi volt? A Tires-be volt valami. 7500, 7500. Hát melyik lenne a jó? Szerintem ez. Egyébként az ilyen izé, 1050K-ból szokott hasonló lenne. Vincsünk, van valami speckó, nincs frame add-ons. Ó, és izé, van ez egy van faszállító is, gyerekek. Meg van body, ez is lehetne. Jó, ez nem kell nekünk. Leaf garázs. Ezt meg kéne nézni egyébként. Na várj, a belső nézet. Nem, most már jó. Össze volt törve be még a ventilátor is, gyerekek. Meg kéne nézni, hogy van-e olyan küldetés, amit... Ez mi? Ezek a taszkok? Ez nem érdekel minket.
Sample field. Konkrétan le kell kultiválnod. Hogyha megvan, le van kultiválva, utána konkrétan el kell vetned. Na, kell hozzá farming equipment, azt írja, de hol a rákban van a kultivátor? Ott a kultivátor, öcsém. Ott a kultivátor. Hát gyerekek, én elmegyek, és hol van a planter? Az meg ott van. Mi a planter, az már itt van? Vagy hol a planter? Én nem látom, hogy hol. Ja, ott a planter. Jó, gyerekek, hát akkor figyelj. Ezt én meg szeretném csinálni. Úgyhogy kimegyünk. Elmegyünk a kultivátorért. És utána lekultiváljuk azt a területet. Oh my god! Na, ebben melyik van? Ebben még a J8 van még csak, ugye? Ebben nem a B12 van. Na, mindjárt ugratunk az időben, mert megőrül a képből. Most arra próbálok rájönni, hogy melyik a belső nézat. Aha, nem. Hát igen, azért igen. Grafikai szempontból természetesen a farming szimulátornál. Azért jóval jobbak vagyunk. Na merre, arra egyenesen? Jó, menjünk csak. Hát, belepörgessünk az időt. Egyébként rajtunk van ez a három pontos, gondolom más nem kell. Figyeljetek, farming szimulátoroztunk eleget, hát nehogy már más kelljen egyébként. Egy kicsit lagol a játék, vagy nem tudom. Leginkább akkor egyébként, amikor itt belemész ilyen füstös részbe. Na, várjál már. Ez gyönyörűen csodálatosan csúnya. Lagol ez? Jó. Na jó, megyünk, oké? Okay. Lehet, hogy kell egyébként tüzemanyagot kivinni majd, mert lehet, hogy kevés lesz. De csináljuk meg a kultivált, akkor végre kultivált, vetek meg, nem hiszed el, hallod? Tárcsázni fogok, és vetni fogok, basszus. Vagy ültetni, nem tudom, mit fogunk ültetni egyébként. Az érdekes egyébként, hogy aratás az no, nuku. Nagyon ránézek a térképre, mert itt aztán azt se tudod, merre van előre. Ha jó, van erre kell menni. Ja. Always összkerék, always diffuser menni. Elvileg, vagy pedig diffuser. Always. Always diffuser, always összkerék. Úgyhogy gond nem lehet, gyerekek. Hát el nem akarunk az a biztos, üresbe. Hát a kultivátorra van lehet, hogy igen. A földön lévő kultivált. Látod, itt is körbe van húzva, hogy menj, itt kell megcsinálni. Jaj, de jól néz ki. Gyerekek, itt is lehet. Akkor... Hát ez nagyon élem. Ez nagyon meg van csinálva. Csak várjál, hova kell mennem ma meg? De ezen az úton végig megyek, az jó lesz elvileg. Látod, egy minimap. Egy minimap lenne. Hogy mégis hol az anyám valagába megyek. Na jó, nézd, kitiportava valami csodát. Hát gyorsabban tudok menni? Nyomok egy hájgot. Egyébként ha váltok meg ilyen... Lehet, hogy egyébként ablakos módban van ez a játék, mert... Szerintem lehet, hogy amiatt laggol, mert minthogyha ilyen háttérben történnének dolgok. Ők itt a keeper elfelejtett belállni. Ráadásul. Na, haladjunk, haladjunk. Is van, mint van fölött. Jó, task zone. Nem érdekel minket task zone. Egyébként lehet, hogy itt megbunkálni kéne a földet, de most egyelőre taskokat engedjük el. Most van nekünk feladatunk, azt csináljunk, gyerekek. Hello, már annyira nem, nincs kedvem arra van az úton menni, de elvileg vágjuk le. Ja nem, itt, ó, itt volt egy Y-on. Jó, mondom, hát nehogy már arra kelljen még mennem, mert megkapulok. Hát gyorsan nem megyünk, gyerekek, az biztos. Mennyivel mehetünk kb. Várjál. Van ebben kilométer óra. Hát minden van, csak az úgy, gyerekek. Édes Isten, azért gratulálok a traktorosnak, aki
aki annó ezzel verette rám, ilyenekkel. Meg ilyen, tényleg ilyen Szibéria stílusú földeken, tesó. Azért nem csoda, hogy ezek a gépek bírják, meg még a mai napig mennek, azért ezeket meg kellett csinálni, hogy olyan körülmények között. Főleg ilyen félbolondok is elmajtották ezeket, nem volt, 8 általános se mentek a trak. Jaj, várjál. Majdnem lefullasztottam, bazdmeg. Nem hiszed el, bazdmeg, ide bár, beestünk. Ahogy ki kéne jutni. Hallod? Nem hiszed el, hogy ide be... Na, valami legyen. Gyerekek, ez konkrétan valami tarts. Nem. Ez egy ilyen... Lozító. Lozító. Ez nem tudom mi az, akkor mindig ezt mondom. Lozító. Na, gyerekek, nézzük, hogy ez hogy működik. Itt van egy... Ez a traktor, ez nem bírta biztos itt. Feladta a leckét, gyerekek. Na. Elég ilyen közel állom, vagy... Nem. Hát a trailer. Oké. Okay. Jó, gyerekek, visszük a... Visszük a kultivátort, beszól! Ez jó. Na, hol követnem? Itt van ez a... Farm, hol van? Hol volt ez a farm? Nem vallottam el a melót, mi? Milyen volt a képer, várja? Sample field, aktiváltat. Jó. Ezt a földet kell, akkor megkultiválnunk. Erre meg evettem. Ja, ez a traktor jött volna, szerintem ez az a sztorik. Csak nem nagyon sikerültek a gyerekek. Aztán azért a kultit tud közben fel kell venni, a vető az meg onnan. Ez egy ilyen, nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, az eleje az. De olyan, mint valami mély lazító, nem tudom mi az, komolyan mondani. Na, megérkeztünk, egy kicsit be van rúgva a traktoros. Ráblákat meg minden büszki. Egyébként úgy lökött minket ez a cucc, ezt nem hiszitek el. Nem is 3 pontos kellett neki, elég el volt ennek ez a rész. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni. Itt kell volna bevenni a földre rá. Gyerekek, kiköszöntöm a kerítést is, meg minden? Nem szórakozok ám én. Veressük be ide. Ott jöntsük be a vertát. Na, azt akkor adjak neki. Ide meg valamit kell hordani egyébként. Van itt más küldetés is szerintem. Hát jó, a figyelj. Az a ki is nyillott. Mondom, mivel fogom kinyitani. Na. Le is engedte ilyenkor, vagy mi van? Szerintem igen, ugye? Ki akartam szárni a gépből megnézni, hogy mi van. Na minden, nyomjuk neki, azt valami lesz. Azt a betyát, na jó, van, ezt megcsinálták azért, ahogy látom. Körbehúzom a végét. Pont a kerítést, ugye képpen, ne viccelj. Jó, ja és kisz kiérsz, akkor fölveszi. Jó, hát csináld, ahogy szeretnéd. És meglerakja. Igen, ez érdekes. Csukogatja itt a halálcsillagot, vagy nem tudom. Jó, hát körbe akartam húzni testvére. Hát jobban értek hozzá, ne vicceljél. De öcsém, ekkora sárba kell itt az érdem. Hát az egyből kikapja. Hát ez érdekes, gyerekek. Hát, jó. Hát... Jó van, mondjuk, fogjuk rá. Sokan sírunk érte, hogy ez a fizika legyen ugye a farmingba, de ez a fizika nem pont erre való. Na mindjárt. Meg hát kár, hogy nem én nyitom csukomba, az hát most itt. Meg olyan fordulókörre rávárnak a kirovecnek a csém. Ezt el tudjátok képzelni. Én próbálok itt ráfordulni erre a földre, nem a földre nem fordulok rá. Hanem a izé. Egyszer nem fordul el.
Jó, a gyerekek, elmegyünk itt középen. Oda vissza fogunk dolgozni, mert úgy látom, hogy a körbe dolog ez nem nagyon akar működni. De legalább működik egyébként, úgyhogy nem olyan rossz. Á, ne, hallod? Megtartani a gépet nem tudod megtartani, mert ugye... És SnowRunner fizika csúszik keresztbe hosszába. Elég érdekes. Jó, összezárta, semmi gond. Akkor a fordulóköröd van, hogy érdemes átmenni a túloldalra. És akkor még ez vesse be, mi? Jó, van, oké, értem én. Értem én, hogy gőzgép, de mibe megy? Te várjál! Nézzük egy belső réletet. Nem tudsz a fordulni. Nem rossz maga a megoldás. Mármint inkább az ötlet nem rossz, mondjuk úgy. Mert tök jó, hogy azért ebbe a játékba elkerül egy ilyen opció is, de nem pont erre van kitalálva a játék, ugye? Ez konkrétan, igen, ezt így végighúzol egy eszközt ezen. Ezt úgy értjük. És egyébként föl is emeli? Szerintem 3 pontos figyelem most. Föl is emeli 3 pontos, úgyhogy azért valamennyire, valamennyire rendezettem működik. Meg igazából le is kultiválja, tehát a föld az ilyen talajlazított lett. De egyszerűen a fordulás, meg a... Ugye ez a... Ilyen hiperérzékeny maga a gép. Jó, itt is végig megyek, mert itt ugye itt nem mentünk végig. Próbálom balázdába tartani, ezt akkor talán nem lesz olyan nagy gond. Meg egyébként lehet, hogy lóba kellene. Ez mondjuk lehet, hogy jó ötlet volt, figyeld? Ó, igen. Na, így már jó. Így már jó. Így már jó. Így már nem az a eszméletlen bolond. Á, így jó. Így jó. Jó, én voltam a buta, lóba kellett volna rakni. Így már jó, gyerekek. Így már jó. Úristen, de jó, gyerekek. Hol van a telefonom? Akarok törni egy képet erről. Ez nagyon jó, gyerekek. Mondjuk a por az azt látom, hogy nem, nem statikus, azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy statikus. De, nagyon adja gyerekek. Egyébként, bocs, fényképeztem egyet a telefonom a gépnél között. Kipor azért egy... A minőségi szórakoztatás azért oda vehet. Tetszik gyerekek egyébként, maga nagyon tetszik a játék. Jó, ez így lóba, így okosba el lehet közlekedni. Már ilyenkor ugye dobhatnék egy autóvatát. Átmegyünk a túloldalra. És ugye ilyenkor erre is visszatenned a lóba. Egy kicsit visszavegyek. Tudom, hogy tolatni nem tudsz. Lóba, hanem erbe kell rapnod, szóval itt egy kicsit azért már összetettebb a feladat, de hát nem baj. Nem azért mondom, hogy baj. Teljesen jó. Na, így már egyébként tökéletesen el tudsz dolgozni. Jó. Jó, gyerekek, jó. Jó. Szépen megmunkálja a földet is, tök frankó, tetszik. Jó lett, jó meg lett csinálva. Végén még azt mondom, hogy igen. Igen. Kíváncsi vagyok az ültetésre, hogy az is ugye valószínűleg le fog menni föld, hogy az vetés lesz, vagy krumplit ültetünk, mert igazából ilyen planternek hívja. Tudom, hogy ez hogy lesz. Ugye az lehet mind a kettő is. Mint egy kicsit korán emelnek ki egyébként. Én úgy érzem, lehet jól van. Nem megyek a másik végére, szerintem ez egyébként ez egy jó tactics. Mondjuk itt közben ugye belehúztam, úgyhogy most kell egy olyat csinálnom, hogy itt bele kell mennem. Ezért nem, hogy ezt a középső szekciót le. De egyébként annyira nem fordul ez a gép, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Lehet, hogy ti nem érzékelitek, de
Nagyon szenvedés ez a géppel fordulni. Egy óra, amire átszedi egyik oldalról a másikra a kormány. Kíváncsi lennék a KCH, az mit tudna. Hát ja, nem kell vesződni azzal, hogy lekered az eszközt, fölemeled az eszközt és hasonló. Mindent megcsinálom magától. Szépen hajlik. Jó. Valahogy azért nem érzem teljesen tökéletesnek, kicsit olyan nem ide tervezték ezt a játékot, de viszont a készítők ahhoz képest jól megcsinálták. Egyébként a játék azért üvöltött azért, hogy legyen már egy ilyen rész szerintem, egy ilyen szekció. Hát tök jó, mert igazából a fizikát használja, ahogy látom. Úgy működik, ahogy kell, tehát nem úgy van, hogyha lekultiválom, akkor csikos lesz a föld. Ilyen statikusabb, mint a farming szimulátorban. Hanem itt ugye úgy működik, hogy tényleg azok az eszközök, amiket húzol, azok hogy nyomod. Tehát itt például ilyen, ahol keresztbe úszkodtam össze-vissza csikokat, az ilyen furcsán keresztbe úszkodott lett az egész. Na jó van, srácok, szerintem egyébként elbúcsúzom. Milyen furcsa felépítménye van ennek a régebbi K700-asnak. Ja, lehet, hogy elbúcsúzom, és akkor innen folytatjuk, jó? Mindenképpen csináljuk ezt a sorozatot, minden egyes nap egy részt kihozok belőle. Ha kell, akkor farming mellett is. Majd gyorsan nézzük meg, hogy igazából mi az, amit nyújt nekünk még ez. Hogy miket fogunk tudni csinálni. Nagyon félek tőle, hogy csak izét fogok tudni csinálni egyébként. Kultiválás és vetés. De ne legyen igazam. Na, sziasztok!